A Fátum Nyíregyháza kerete folyamatosan formálódik a napokban. A klub vezetése egyeztet a játékosokkal, és eldőlt, hogy szerződést hosszabbítanak Tóth Dalmával. A nyíregyházi nevelésű libero a 2018-19-es szezonban debütált először a felnőtt csapatban, az elmúlt idényben pedig meghatározó játékossá vált. Én edzettem velük, és ugyanúgy ott voltam, de azért egy meccs más, és amúgy teljesen más, hogy kellett koncentrálnom egy meccs előtt, mert tudtam, hogy mindenki számít rám, és nagyon, nagyon boldog voltam, hogy azt a visszajelzést megkaptam a csapattársaktól, hogy ők ugyanúgy bíznak bennem, ahogy én bennük. Testvére Tóth Fruzsina is marad az együttesnél, ő jelenleg a válogatottal EB-s selejtezőre készül. A csapat a napokban jelezte, hogy néhány játékos távozik, közülük Inek Varga Eliza a dél-koreai bajnokságban folytatja majd. Egy Kwangju-i csapat draftolta, elsőként választották ki, ami azért nagy szó, mert mindössze egy külföldi játszhat az együttesben. A Fátum Nyíregyháza azt is bejelentette, hogy a 6 távozó után a keret többi tagja marad, azaz várhatóan a Tóth testvéreken kívül Ralica Vasiljeva, Nikola Radosová, Henezis Francesco, Pintér Andrea és László Alexandra is a Nyíregyházával kezdheti a felkészülést. Az biztos, hogy ütő, center és feladó is érkezik a szünetben. A csapat az előző szezonban győzött az Extraligában és a Magyar Kupát is megnyerte, nemzetközi porondon pedig a Bajnokok Ligájában indulhat. Itt novemberben lesz a sorsolás, akkor derül ki, milyen ellenfelet kap a Nyíregyháza.